a nyártermesztés helyzetéről és jövőbeni kilátásairól. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntöm Önöket, és köszönöm a meghívást a mai konferenciára. Napjainkban, amikor a klímaváltozással kapcsolatban már nem az a kérdés, hogy valóban van-e, hanem hogy mekkora is lehet 50 év távlatában, kiemelten fontos kérdés, hogy miként növeljük országunk fával borítottságát, és hogyan tudunk olyan faanyagot előállítani, amely hosszabb távon hasznosítva tárolja a benne megkötött szenet, és ezzel is hatékonyabb választ adva a kedvezőtlen légköri folyamatokra. A nyár gyors növekedésének és könnyű megmunkálhatóságának köszönhetően világszerte népszerű a gazdálkodók között, és előszeretettel használják a faiparban is. Eredményesen telepíthető és legkülönbözőbb termőhelyeken a legkülönfélébb célokra. Figyelemre méltó, hogy Magyarország a nyártermesztés tekintetében a világ élvonalába tartozik. 120 ezer hektárnyi nemes nyárasunkkal, Franciaországot követve a másodikak vagyunk Európában, megelőzve például Olaszországot és Németországot. Nemzetközi viszonylatban is jelentékeny eredményeink a nyárfa termesztés számára kiváló ökológiai adottságainknak, erdészak embereink széleskörű szakmai összefogásának és nem utolsó sorban a jelenlévő magas színvonalú feldolgozó iparnak köszönhetőek. De nem ülhetünk babérjainkon, mert erőfeszítéseket kell tennünk, hogy ezt a helyzetet fenntarthassuk, és szükségünk van új célok kitűzésére és megvalósítására is, hiszen jövőnk és az ágazat jövője is a folyamatos fejlődésen, szakmai tökéletesedésen alapul. A nemes nyárasokból származó faanyag az erdőgazdálkodás évi 7 millió köbméter fa kitermeléséből 1 milliót tesz ki, amely az akác és a fenyő után a harmadik legnagyobb tétel. Következő 10 évben ugyanakkor jelentős változások várhatók nyárgazdálkodásunkban. Lényeges termelés visszaesésre van esély a nemes nyárasok természetvédelmi célt szolgáló jellemzően hazai nyárral történő folyamatos átalakítása, és a gyenge adottságú területeken más fafajra való áttérés következtében. A hazai nyárasok helyzete sokat romlott az elmúlt évtizedekben, ezért szükséges a kérdés megfelelő rendezése, de ennek során figyelembe kell vennünk az ökológiai, árvízvédelmi és gazdasági szempontokat is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A nyárgazdálkodás jövője érdekében időben kell cselekednünk. Megoldást jelenthet az energetikai és faipari célú ültetvények felkarolása, amely magas hozzáadott értékű, mezőgazdasági módszerekkel történő kezelést is magában foglaló ültetvénykultúra szélesebb körű meghonosítását eredményezheti. Mi jellemezheti ezeket az ültetvényeket? Alacsony termelési kockázat mellett növekvő piaci kereslet az így megtermelt fa alapanyagra, olyan termőhelyek hasznosítása, amelyet eddig nem tudtunk a mezőgazdaság számára jövedelmezően hasznosítani. Ehhez rendelkezésre áll a telepítést megkönnyítő egyszeri beruházási támogatás, majd a mezőgazdaságban megszokott módon a terület alapú támogatás is igénybe vehető évente, és ami igazán vonzóvá teheti az ilyen ültetvényeket, nem szükséges erdőművelési ágúra változtatni, így rugalmasan piaci igényeknek megfelelően történhet a faanyagtermelés. A nemes nyár gazdálkodás érdekében a következőket kell megfontolnunk. Felül kell vizsgálni a tervezett vágáskorokat a sok túltartott és minőségi romláson átesett állományok arányának csökkentése érdekében. A nemes nyár termesztés ökológiai jelentősége mellett kiemelten ökonómiai kérdés. Vágáskorok átgondolt meghatározása által a nagy mennyiségű faanyag racionálisabb, magasabb minőségű állapotban történő felhasználása is megvalósulna, amely közös érdekünk mind gazdasági, vidékfejlesztési, mind klímavédelmi szempontból. Az erdőfelújítás tervezett fafajai célszerű újra gondolni. A folyóárterekben, a hullámtéren, az árvízi fő lefolyási sávokban a természetvédelmi célok elé kell rendelni az árvízvédelmi szempontokat, mivel az emberi élet védelme a legfontosabb szempont. Az erdőgazdálkodás és az árvízvédelem összeegyezthető, amennyiben tághálózatú, intenzíven ápolt, felnyesett ültetvényeket alkalmazunk. A hosszú távú földhasználati célokat is célszerű újra gondolni a gyenge termőhelyű nemes nyár erdők területén. A jelenlegi állományokból hosszú távon legfeljebb 60-70 ezer hektár tartható fent jövedelmező módon. A gyenge adottságú termőhelyen a sarjasztatás engedélyezése, vagy például az akáccal történő fafajváltás jelentes megoldást.
Az egyszerűsített megváltás nélküli művelési ágváltozás lehetőségének megadását is érdemes lehet megvizsgálnunk a magántulajdonú erdőkben. Azon erdők tekintetében, amelyek szántókon, legelőkön létesültek, nem feltétlen erdőtalajon, a mára nyilvánvaló vált egykori hibás döntések észszerű kiigazítása lehet az eredeti művelési ág helyreállítása néhány ezer hektár erdőterületi veszteség árán. A közép- és időskorú gyenge adottságú nyártemetők egy része bevonható az agrárerdészeti rendszerekbe is. Ilyen területen jellemző megoldás lehet a 20-50% közötti záródás mellett legeltetésnek vagy egyéb állattartásnak az engedélyezése, de akár a köztes művelés is reális alternatíva lehet. Sok pozitív példa ismert a világban, melyeket itthon is alkalmazhatunk. A hazai őshonos fafajokkal történő erdőfelújítást kell előnyben részesíteni a természetvédelmi jelentőségű, ezáltal speciális gazdálkodású területeken, amelyek nem a hullámtér fölfolyási sávjában helyezkednek el, vagy gyenge közepes adottságú nemes nyárok által borítottak. Ebben a tekintetben a természetvédelmi célokat előtérbe kell helyezniük erdészeinknek. A mezőgazdasági módszerek felhasználásával történő ültetvénylétesítés, kezelés, faanyagtermelés a nyárgazdálkodás kitörési pontja lehet. Meghatározó tényező ennek során is a megfelelő termőhely megválasztása, föltermesztési területek lehetnek a savanyú vagy semleges öntéstalajok, humuszos homoktalajok, rozsdabarna és kovárváncsíkosbarna erdőtalajok. Feltétel a minimális méztartalom, a szik és sótartalom teljes hiánya, a lehetőleg jól művelhető lazatalaj. Az előbbiekből következően a megcélozható tájegységek elsősorban Somogy megye és a Nyírség, helyenként a Duna és Tisza árvíztől mentett területei, valamelyest a Kisalföld és a Duna-Tisza köze. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A következő 10 évben a jelenlegi 120 ezer hektár erdőművelési ágból 60-70 ezer hektár jó és közepes termőhelyen álló nemesnyár állomány fennmaradása mellett 50-60 ezer hektár átalakított fafajú vegyes hasznosítású, esetleg a mezőgazdasági termelés céljára visszaadott termőterület kialakítása lehet reális célunk a kutató szakembereink szerint. Ezzel párhuzamosan 40-50 ezer hektár intenzív kezelést igénylő ültetvény szántóművelési ágban történő megvalósítását tarthatjuk kivitelezhetőnek a földtulajdonosok bevonása által. A két folyamat együttes hatásaként magasabb jövedelmezőség mellett biztosítható lesz a faipar biztonságos ellátása, miközben természetvédelmi céljaink sem sérülnek. A megvalósítást segítheti olyan klaszterek létrehozása, amelyben a szaporítóanyag termelőktől az ültetvények tulajdonosain és kezelőin át, az ipari végfelhasználókig az érdekek kölcsönös tiszteletben tartásával dolgoznak a résztvevők. Ez az érdekközösség biztosíthatja a végfelhasználóknak a megfelelő alapanyag rendelkezésre állását, valamint az ültetvények tulajdonosainak a hosszú távon jövedelmező befektetést. A fentiek megvalósításához szükséges támogatási rendszer rendelkezésre áll, és kiváló környezeti adottságaink világszínvonalú szaktudással párosulva egy újabb sikertörténethez járulhatnak hozzá. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, jó szerencsét, üdv az erdésznek!